Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is augusztus 23-án. A hold a mai napon a Sitra holdházban található. Ez a holdház Spica csillag hatása alatt áll. Spica csillagot az ősi mezopotámiaiak, babilóniaiak, később a görögök és rómaiak is nagyon tisztelték, a természet istennője. Spica csillagot a mitológiából, mint Demeter istennőt ismerjük. Az azt jelenti a számunkra, ha mi ma valamit indítunk, az gyümölcsözni fog, sikereket hoz, de kell hozzá egy kis türelem. A mai napon a Hold és Mars bolygó egy úgynevezett opozíciónban áll. Az azt jelenti, hogy szemben vannak. Itt tükröződik valami. De arra is ügyelnünk kell, hogy az egyensúlyt megtartsuk. A férfiak belenéznek ebbe a tükörbe, és ez az érzelmeket mutatja, mert a hold kihat az érzelmekre. A hold energiájánál gyakran anyai témák is vannak. A hold nem csak az anyai kapcsolatokra utal, hanem az érzelmeinkre, a vágyainkra, az álmainkra is. Mivel itt a másik oldalon egy Mars energia van, ez jelentheti azt, hogy nem tudjuk az érzelmeinket korlátozni, és hogy kijön minden belőlünk, mint egy vulkán kitörés. Ez utalhat agresszióra is. Fontos, hogy odafigyeljünk és megtartsuk a belső egyensúlyunkat. Mert ez az opozíción az olyan, mint egy mérleg, és azt egyensúlyban kell tartani. Mint ahogy tegnap említettem, közeledik egy Mars és egy visszafelé tekintő Szaturnusz bolygó kapcsolat, egy úgynevezett kvadrát aspektus, ezek kihívások, nehézségek, támadások, itt védni kell magunkat, ez pontosan 24-én és 25-én fog bekövetkezni. De közeledik valami jó is, mégpedig egy Vénusz-Neptun trigón. Ez szép, ez kellemes, kihat a szerelmi élet területére. Itt élhetjük az álmainkat, de befolyásolja a kreatív munkánkat is. És ez volt a felvételem Mizó is augusztus 23-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!